időközi választás egy Zuglóban április 10-én. Ilyenkor mindig a helyi újság be szokta mutatni a jelölteket, mint ez már két évtizede szokás. Mindenki egyenlő felületen jelenik meg. Ezt a Zuglói önkormányzat újságja, amelyik közpénzen jelenik meg, és ingyenesen biztosít egy bizonyos mennyiségű felületet. Ez így van 20 éve. Tehát az MSZP jelöltje, Jobbik jelöltje, Fidesz jelöltje, LMP jelöltje és a Civil Egyesület DK jelöltje. És most szeretnénk, ha elindulnának, a helyi média lehetőséget biztosított nekik, hogy egyenlően versenyezzenek, és elmondhassák, amit szeretnének. Figyelem, időközi választás indul, tessék! Napot kívánok, kedves nézők, kedves barátaim! Örülök, hogy a média is itt, hiszen a demokrácia szelleme itt a mindannyiunkat elhozta idáig. Jaj, most észre sem vettem, hogy győztem, bocsánat. Hát igen, pedig mindenki elmondhatta a saját véleményét, mindenki hallhatta a hangját, mert hát természetesen demokráciában élünk. Mi sajtószabadság, hát teljesen működik az, hát öncenzúra, hát mi? Hát nem hallok, hát most mondjátok, nem, hát hihetetlen. Hát ha nem szólaltok meg, akkor persze, hogy hát a Fidesz-KDNP fog győzni. Hát a kétharmados többség, a közgyűlésben itt többség, az emberek akarata, a keresztény erkölcs, az erkölcsösség, hát persze, hogy én nyerek. Hát ez teljesen egyértelmű, hiszen Magyarország akarta így. Hajrá Magyarország, gyerünk! Döbbenten láttuk, hogy a március 17-i lapszámban a Fidesz-KDNP jelöltje, mint látható, címlapon jelent meg. A belső oldalon is fél oldalon mutatkozhatott be, ez nem fizetett hirdetés. És a többi jelöltről szó nincs. Választási bizottsághoz fordultunk, és a helyi választási bizottság úgy ítélte meg, hogy a Fidesz-KDNP, az, hogy a Zuglói újság végül is, aki ilyen módon jelentette meg a jelölteket, megsértette a 97-es választási törvénynek a esélyegyenlőségről szóló alapelvét. Ez egy nagyon súlyos dolog. Az történik, hogy a következő lapszámban meg kell jelentetniük, hogy ők megsértették a törvényt. Mi azt kértük, hogy legyen egy plusz külön kiadás, ahol a többi jelölt akkora felületen mutatkozhasson be, amit tulajdonképpen elspóroltak előlük, amennyivel ők hátrányba kerültek. Ezt nem engedélyezték. Tulajdonképpen a következő lapszámban lesz egy helyreigazítás, de ettől tulajdonképpen már a verseny megsérült. 70 ezer példányban kerültek terítésre azok a lapszámok, amikben nem volt meg az arányosság. Az Zuglói újságnak mióta kormányváltás történt, mióta a új polgármester van, azóta nincsen felelő szerkesztője. Tulajdonképpen számon kérdezett, mert a szerkesztőbizottság mögé bújnak el az amúgy magyar hírlapos újságírók. Tovább! Győzni fogunk! Remélem, meg utoljára. Ez egy újabb bizonyítja, hogy nem csak Zuglóban és nem csak választási időszakban van komoly probléma Magyarországon a helyi média kiegyensúlyozottságával. Az új média törvény számtalan hibája mellett azt is felrohatjuk neki, hogy sajnos a helyi média viszonyokat sem rendezi. Itt tulajdonképpen minden önkormányzat olyan média politikát folytat, amilyet szeretne, ami azért probléma, mert az adófizetők pénzért folytatott kommunikációnak mindenképpen kiegyensúlyozottnak kellene lennie. Ezért az LMP májusban egy törvénymódosító csomagot fog benyújtani, ami helyi média viszonyokat szabályozná, és az lenne a cél, hogy az adófizetők pénzért fenntartott helyi újságok és televíziók azokra érvényesüljönnek egyensúlyozottságnak az elvárása. Persze sok reményünk nincsen, mert a törvény szerint a közszolgálati televíziónak, rádiónak is kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ehhez képest a legkevésbé kiegyensúlyozott ma Magyarországon itt van a közszolgálati televízió és a rádió hírszerkesztési gyakorlata.